Ha megkérdezem, hogy túlélőként a Dead by Daylight-ban mi a legnehezebb aspektusa a játéknak, akkor szerintem sokan egyből a csészeket vágják rá. És ugyanaz alapokat nem olyan bonyolult elsajátítani, viszont vannak olyan apróságok, amikre érdemes figyelni. Ugyanis sokszor ezek az apróságok tudnak életmentők, vagy épp teljesen halált okozók lenni. Szervusztok, üdvözlök mindenkit! Ha jól jönne egy kis segítség egy chase terén, és szeretnéd megtudni, hogy szerintem és még sokak mások szerint is mire érdemes figyelned, akkor tarts velem! Ugyanis 5 ilyen tanácsot hoztam el a Goosebump mai videójában. Egy korábbi videómban már beszéltem részletesebben is a loopolás technikai alapjairól, mint például a különböző alakú és lehetőségekkel ellátott palett és jungle gemek, illetve próbáltam ezekhez különböző útvonaltervezési tippeket is adni. A mai videóban azonban egy picikét kollektívabban fogunk beszélni, úgy magáról a csészelésről. Nem lesz feltétlenül külön-külön tippadása a különböző loop helyszínekhez, hanem sokkal inkább az lenne a célom, hogy egy kezdő kaliberű játékosnak is olyan könnyen emészthető tippeket tudjak adni, amiket, ha elkezd beépíteni a játék stílusába, ő maga is észre tudja majd venni, hogy mennyivel egyszerűbb is a chase. Na de mindenféle további körítés nélkül, kezdjünk is bele! Egy viszonylag erős kijelentéssel indítanék. Sokan ismerik szerintem a kifejezést, hogy God Palette. Ezt ugye azokra a raklapokra szoktuk mondani, amiket nem tud csak úgy megkerülni a gyilkos, hanem kötelessége az széttörni ahhoz, hogy folytatni tudja a chase-t. Ilyen például mindig a Shack Palette. Na és ezeket a raklapokat is beleértve a következő kijelentésbe, merj raklapokat használni, ha azt helyén valónak érzed. És igen, itt akár gondolok arra, hogy mondjuk 4 gennél elrepíted a Shack Palette-et. Már most hallom, hogy egyesek billentyűzete csak úgy kattog a hozzászólás írása közben, de mondom is, hogy miért gondolom ezt egy jó tanácsnak, még kezdőknek is, akik alapvetően szeretnek csak úgy egyből ledobálni paletteket. Tételezzük fel, hogy 4 generátornál vagytok, a sekkes generátort csinálod sérültként, és oda jön hozzád a gyilkos. Ha nem dobod le a sekk körüli chase közben valamikor a raklapot, akkor az esetek többségében ez azt fogja eredményezni, hogy le leszel ütve, fel leszel akasztva a közelben, és senki nem tudja megcsinálni a generátort, mivel ott vagy felakasztva. Ha pedig leszednek, több mint valószínű, hogy visszajön a gyilkos, mert tudja, hogy jól áll a generátor, és meg akarja akadályozni esetleg a híledést is. Szóval még egy jó darabig nem is tudjátok majd befejezni azt a gent. Ellenben, ha fel tudod ismerni a helyzetet és az előbb említett negatív kihatásokat, akkor ledobod a Shack Palette-et, elfutsz jó messzire, ameddig a gyilkos szétrugja azt, és míg ti máshol kergetőztök, simán meg lehet csinálni ezt a generátort. És akkor ez még csak egy példa volt. Vannak, akik úgy tartják, hogy nincs feleslegesen ledobott palett, ha az egy hittől véd meg. De ezzel azért nem feltétlenül értek egyet. Sokszor lehet, hogy érdemes bevállalni egy downt mondjuk mindentől messze, de ez meg már egy másik tészta, ami taktikai dolog, nem pedig kifejezetten chase segítő. Viszont ne tessék félreérteni az előző kijelentésemet. Egyáltalán nem arra ösztönzök mindenkit, hogy dobáljátok csak a raklapokat, mert akkor pedig neked lehet, hogy lesz egy tényleg hosszabb chase-ed, viszont jóformán halálra ítélted a csapatodat a továbbiakban, mivel már nincs semmi sem a pályán, amivel tudnának gazdálkodni. Úgyhogy ésszel ugyan, de nem kell tartogatni a paletteket a Dead by Daylight 2 megjelenéséig. A következőről már szó esett a loopolásról szóló videóban is, viszont egy ilyen apró dolog hatalmas különbséget tud jelenteni a szorult helyzetekben, úgyhogy szeretném most is megemlíteni. Ez pedig a női és férfi karakterek közti különbség. Vannak, akik azért szeretnek mondjuk női karakterekkel játszani, mert mivel kisebb a modelljük, ezért olyan, mintha gyorsabban futnának a férfiaknál.
pedig ez nagyon maximum placebo, ugyanis valójában csak gyorsabban szedik a lábaikat, míg a sebességük az teljesen ugyanaz. Viszont az tagadhatatlan, hogy egy jól lúpoló játékost könnyebben szem elől lehet veszíteni egy női karakterrel. Ugyanis, mivel kisebb a modell, ezért hamarabb tudsz mondjuk egy jungle gymnél eltűnni a falak mögött. Illetve arról sem lehet megfeledkezni, hogy a férfi karakterek sokkal nagyobb helyet foglalnak el a képernyőn, kvázi kevesebbet van lehetőséged látni. És tényleg ezek eszméletlen nüansznyi különbségek, viszont ahogy egyre több és több tapasztalatot szerzel a játékban, nem lesz nehéz észrevenni a különbséget. És csak hogy kapcsolódjunk az előző pontban említett látótér kérdéséhez, ugyanis nem csak azért fontos, hogy többet tudj látni a pályából a genezés közben, mert annyira szépek a tájak, hogy el lehet bennük veszni, a legjobban ugyanis a különböző checkspotoknál kell figyelni. De mégis ezek a checkspotok? Ezek azok a különböző pontjai a loopoknak, ahol lehetőséged van rálátni egy bizonyos kameraszögből az összes olyan ki- és bemeneti részre, ahonnan megpróbálhat utánad menni a gyilkos. Nem túl meglepő módon ezek általában a jungle és palette gymek különböző sarkai. Ha kergetőzés közben azt veszed észre, hogy szeret a gyilkos mindgame-elni, akkor érdemes lehet ezeket használni. Ugyanis innen bármerről is jöjjön a gyilkos, tudsz cselekedni. Márha természetesen időben kapcsolsz, hogy honnan próbál jönni. Árulkodó jel lehet például a piros fénye a gyilkosnak, ami jelzi, hogy merre néz, viszont azon se tessék meglepődni, ha hátat fordítva közelít meg a killer. Ugyanis a tapasztaltabb játékosok általában használni szokták ezt a technikát, hogy megpróbáljanak téged összezavarni, és képtelenné tegyék, hogy bárhová is időben elérj. És akármennyire is hülyén hangzik, vagy annak látszik, sokszor a legbugyutább checkspotok is képesek lehetnek teljesen megfordítani egy chase-t. Például egy teljesen egyszerű falhalmaz rései, vagy egy doboz és a mellette lévő fal közti apró lyuk. Úgyhogy tessék nyitott és kreatív szemekkel közlekedni még a kergetőzés közben is. És ez nem csak az előző pontra értendő. Egy sokkal tágabb értelemben is megállja a helyét ugyanez a kijelentés. Gondolok itt arra, hogy nem mindegyik gyilkos ellen fognak beválni ugyanazok a technikák és stratégiák chase közben. Vegyünk egy nagyon egyszerű példát. Egy trapper ellen nincs kifejezetten okot tartani attól, hogy mégis mikor fog vajon megütni. Látod, hogy mögötted van, és igazából előre tudni és érezni fogod, hogy elérsz-e még a következő palettig, vagy meg fog-e téged tudni ütni. Ellenben egy nurse vagy spirit ellen mondjuk, ez már nem olyan letisztult. És tudom, egy tapasztaltabb játékos most lehet, hogy a fejét fogja, hogy egy ilyen dolgot ugyan minek említek, mikor egyértelmű, de nem olyan biztos az. Ha valaki nemrég kezdte a játékot, és még minden egyes üldözés alkalmával teljesen felzökik a vérnyomása, akkor lehet, hogy ez számára új info. Ha meg nem, akkor innen is elnézést. Érdemes kitapasztalni és megérteni mindegyik gyilkos képességét, hogy hatékonyan tudja ellene játszani. Ezért is nagyon fontos egyébként, hogy a kör elején, mikor kiderül számodra, hogy ki a gyilkos, alkalmazkodni tudja meccs hátralévő részére. Mert ugye nem ugyanolyan bátorsággal és nyugodtsággal fog szaladni a pályán egy bohóc és egy ghostface ellen. Az utolsó tippem pedig hasonlóan nagyon egyszerű. És hasonlóan elmondtam már több videómban is. Viszont nem tudom elégszer hangsúlyozni, hogy nézz hátra chase közben. Rengeteg információt veszel el saját magadtól, ha folyamatosan csak előre nézel. Nem látod, hogy a gyilkos megpróbál-e levágni téged? Vagy, hogy már egyébként 2-3 másodpercen nincs is rajtad, de még szól a chase zene, te pedig ezért vígan ledöntöttél egy raklapot. Arról pedig nem is beszélve, hogy a különböző mindgame-eket csak és kizárólag úgy lehet sikeresen véghez vinni, ha egyfolytában tájékozódsz a gyilkos hollétéről. Lehet egyébként végül is anélkül is csinálni, csak úgy nagyjából 100%-ra szökik fel a szerencsefaktor, így aztán valószínűleg az lesz a vége, hogy 10-20 másodpercen belül már a földön is leszel. És akkor a többi pontra is igaz tud lenni egyébként, de ennél jöhet ki a leginkább, hogy idő kell ahhoz, hogy hozzászokj.
Amilyen egyszerűnek tűnik másokat nézve, annyira lehet szokatlan, hogy mint valami térfigyelő kamera, folyamatosan hátra pillantgatsz és próbálod keresni a gyilkos vagy a piros fényét. Tessék magadnak megadni a kellő időt a tanuláshoz. Ha pedig valamit mégis elhibáztál a legnagyobb próbálkozásaid ellenére is, akkor pedig megkeresed, hogy mi okozta a Chase elbukását, és próbálod a későbbiekben elkerülni ezt a hibát. Hiszen ez csak egy játék, és az a lényeg, hogy szórakozzunk. Nem pedig az, hogy vérszemet kapva egymásra mutogassunk a különböző perkek, képességek és stratégiák miatt. Mindannyian lehetünk frusztráltak, de ettől függetlenül mindannyian csak szórakozni szeretnénk. Vagy hát már aki. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Remélem sikerült érthetően elmagyaráznom az effektív csészelés szerintem leglényegibb szabályait. Tudsz még valamilyen fontos tippet, amit szerinted kihagytam volna? Ne tartsd magadban és hozd meg velünk is a hozzászólások között. Ha pedig tetszett a videó és szívesen látnál még ehhez hasonló tartalmakat akár a jövőben is, akkor nyomd meg a lájkot és iratkozz fel a Goosebump YouTube csatornára. A következő videóban találkozunk. Sziasztok!